Föld körüli utunk első állomása Szingapúr. A Maláj-félsziget csúcsánál egy különálló, nagyobb és néhány kis szigeten fekvő város állam. A főváros a sziget délkeleti partján fekszik, éghajlata monszunos, állandóan füllett, forró. Januárban van a leghidegebb, 26 fok, júliusban pedig 28 fok. Lakosainak 76% a kínai, 15% a maláj és indonéz, 7% a indiai és pakisztáni. Mindössze 3% az európai. Szingapúr a második legsűrűbben lakott ország a világon, gyakorlatilag az egész köztársaság egyetlen metropolisz. 4000 fő jut egy négyzetkilométerre. Az itt élő emberek az anyagi világban élnek. A vallás szerepe minimális. Szingapúr lélekszáma 3 millió. A rendkívül gyors gazdasági növekedés nem csak a munkanélküliséget szüntette meg, hanem 1990-től már 1 millió vendégmunkás igénybevétele is szükségessé vált. 59 sziget tartozik fennhatósága alá, ebből 22 lakatlan. Látogassunk el Szentosza szigetére. Szingapúr annyit jelent, az oroszlán városa. Ennek a jelképnek egy hatalmas kőoroszlán tiszteleg. Ez a modernkori kőkolosszus kilátóként üzemel. Singapore was first known as Pulau Ujong and was later named Temasek. Many ships were lost and thousands of lions. Every year, hundreds of ships were attacked. The cargoes were plundered and the crews were murdered. Az oroszlán fogai közt jól látható az anyaváros és az a kikötő, amely Rotterdam és Houston után a világ harmadik legnagyobb nyersolajfeldolgozó központjaként lapul meg a kikötői dokkokban. Évente 50 ezer hajó fordul meg itt, 120 millió tonna rakománnyal. Sokféle trópusi faj és mezőgazdasági termék talál gazdára. A dél-kelet-ázsiai térség nyersgumi, fűszer és kávéforgalmának nagy része rajta keresztül bonyolódik le. A feldolgozóipar egynegyedét az elektronikai berendezések gyártása teszi ki. Az áruházakban vámmentesen hazai és külföldi technikai berendezések tömkelege várja az üzletembereket és a turistákat. Réges-régen történt, amikor még a szigetek egy földrészt alkottak, és mindent dzsungel borított. Az erdő vadjai a sziklaforráshoz jártak szomjukat oltani. Egy alkalommal híre ment, hogy egy vén tigris vert tanyát a forrás közelében, és a nap mint nap odaérkező állatokat egytől egyik felfalja. Pelanduk, a törpe szarvas, bátorságot vett magán, és felkereste a telhetetlen tigrist. Így szólott hozzá. Pelanduk vagyok. A barátod akarok lenni. Barátságom jeléül minden nap a legfinomabb ételeket, gyümölcsöket, italokat fogom neked feltálalni. Így nem kell fáradoznod a vadászattal. A tigrisnek tetszett az ajánlat, de figyelmeztette, ha egyszeri zsákmány nélkül jön elébe, akkor ő lesz az első falatja. Úgy vigyázzon!
Az állatok csodálták Pelanduk bátorságát, de nem értették, kinek jó ez a barátság. A törpeszarvas nem árulta el senkinek a tervét, de barátjával, Kuvissal, a kismókussal eltűntek a dzsungel mélyében. Másnap zengett a tigris üvöltésétől az egész környék. Az állatok meg sem mertek mozdulni. Éhes volt a fenevad. Pelanduk csapzottan, lihegve érkezett meg a tigrishez. Baj van, barátom, nagyon nagy kár érte a te lakomádat. 10 puttony bambuszbor, 20 tál madársült, 30 fazék, kikúra teknősleves, 40 féle gyümölcs veszett oda a nagy tónál, amikor a reggelidet hoztuk. Utunkat állta egy vén tigris. Arról lehet megismerni, hogy a fején egy mókus van. A tigrisnek sem kellett több, fogait vicsorítva rohant a tóhoz. Útközben Kuvis, a kismókus, a tigris fejére ugrott. Amikor a tigris a tóhoz ért és megpillantott a víz tükrében egy tigrist, fején egy mókussal, beleugrott a vízbe, hogy megküzdjön ellenfelével. A tó feneketlen volt, a tigris elsüllyedt, és így maradt fent Szentóza szigete, a béke szigete nekünk, ide látogatóknak. Egy megkövült sárkány szellem vigyáz a sziget nyugalmára.